A Szerencsi Boróka Egészségbázis november 16-án délután a Rákóczi Várban várta a szépség és egészség iránt érdeklődő közönséget. A programban szerepelt életmód tanácsadás, egészségnevelés, egészséges táplálkozás, natur és biokozmetikumok bemutatása, alakformáló tippek és ingyenes állapotfelmérés. A kiállítók között a gasztrojál jelen volt. A a cég képviselői bemutatták a mostanában egyre nagyobb népszerűségnek örvendő paleolit étrendet. Az élelmiszerekből kóstolhattak az érdeklődők. A szerencsi borók a szépség és egészségbázis szolgáltatásait, kezeléseit és szakembereit is megismerhették a rendezvényre látogatók. A szépségszalomban megtalálható a világsztárok által is kedvelt ultrahangos kavitációs és a rádiófrekvenciás zsírbontó készülékek segítségével fájdalom és plasztikai műtétek nélkül szabadulhatnak meg a túlsúlyosak felesleges kilóiktól. Az elmúlt időszakban szerencsen az egyik vállalkozó sószobát épített, ami a felső légúti betegségben szenvedőknek nyújt megoldást problémájukra, színterápiával kiegészítve biztosítja a gyógyulás esélyét, megelőzését. Demeter Bence személyedző napjaink legújabb mozgás az EFIT tréninget mutatta be, amely egy elektromos izomstimulációs módszer aktív gyakorlatokkal kombinálva segíti az izmok fejlődését és feszítését. Az EFIT Készülékek és az EMS technológiát használják, amely módszert sok éves kutató munkán alapuló fejlesztés során tökéletesítettek, kifejezetten az egész test stimulációs edzésére kifejlesztve. A készülék egy speciális 10 elektróda párral ellátott ruhából és egy feszültséget és frekvenciát szabályozó korszerű kezelőpultból áll. A füredi ionizált lúgos vízzel és a szervezetre gyakorolt kedvező hatásaival Balázs László ismertette meg a látogatókat. A szervezők nem csak a testi, hanem a lelki feltöltődésről is gondoskodtak, hiszen a Zemplin Turist wellness ajánlatokat kínált a rekreációra vágyóknak. Az eseményen bemutatkoztak a Nova Tánc Stúdió és a Szikra Tánciskola növendékei is. A járdeköves masszázságy is helyet kapott a rendezvényen. A fekhely jótékonyan helyreállítja és fokozza hátizmok vérellátását, így a megterhelésből adódó kezdetleges megnyúlások és a kisebb sérülések helyreállításában segítséget nyújt a betegeknek. Fodor Edit orvos a prémium diéta fortéjaiba nyújtott betekintést, melyből kiderült, hogy a diétával orvosi gyakorlatban folytatott, már több mint 20 éves kutatással igazolt megoldást kínál annak, aki már régen küzd túlsúlyával. A prémium diéta megalapozott tudományos felismeréseken alapul és segít a tartó súlycsökkenésben. A rendezvény keretében a Magyar Vöröskereszt véradásra várta az önkénteseket, akiknek a többsége visszatérő véradóként érkezett. Hornyi Katalina vörös kereszt területi titkára arról tájékoztatta a televíziónk szerkesztőségét, hogy ezen a napon 57-en jelentkeztek azért, hogy segítsenek rászoruló embertársainak.